Hello, sziasztok, mindenkinek folytatjuk a karriermódunkat, és a Leeds United lesz a következő ellenfelünk méghozzá az FA kupában. Na, úgyhogy elérkeztünk talán a karriermódunk eddigi legnagyobb mérkőzéséhez, csak az az egy baj van, hogy elvárás a vezetőségtől, hogy a FA kupába a nyolcad döntőbe be kéne kerülni. És ahhoz ezen a meccsen tovább kéne jutnunk, amire nagyon csekély az esély, hogy őszinte legyek. És ugye már így is elég rosszul áll a szénánk, és félő, hogyha ezt a elvárást teljesítjük, akkor nem-e kirúgnak minket, és van egy olyan érzésem, hogy a vezetőség pont le fogja magasról tojni, hogy egy élvonalbeli csapatot kaptunk sorsolásként, pedig milliószor könnyebbeket is kaphattunk volna. És hát így meg van pecsételve a sorsunk igazából. Pedig amúgy egyre jobb formában vagyunk a bajnokságba. Egyre inkább nyeregetünk, de ez annyira nem hagyja meg a vezetőséget eddig. Na mindegy, most így néz ki a naptárunk, lesz ezután egy hét pihenünk, tökéletes. Grimsby, Wimbledon. De azon most játszottunk nemrég, nem? Salford, Walsall, vagy Walsall, vagy mit tudom én mi. De nem most játszottunk? Annyira úgy rémlik, srácok. Nézzük csak. Aha, ott van 25-én 5-3, de akkor ez mi? Pedig nem kupa, ez is bajnoki. Na miért? Ja, de értem. Ja, januárban jönnek a visszavágók, jó? Hülye vagyok. Jó. Sok volt most a kihagyás, vagy hát nem olyan sok, de játszottam minden fél évvel, ugye a Ghost Song, Resident Evil, Vampire Survivor, volt mindenféle. Aztán volt most egy kis FIFA pihenő. Mondjuk lehet pontam a Leeds United ellen kellett volna. Na mindegy. Ennyi baj legyen. Na, csapjunk a lecsóba, aztán. Hátha. Na, gyúkunk az úgy néz ki, hogy be fog válni. De egyelőre Smith az többet tett le az asztalra, úgyhogy most benne jobban bízok, úgyhogy őt rakom a kezdőbe, de ettől függetlenül nyugodt szívvel fogom gyúkot becserélni. Assadunk lassan felépül, már nem mentőautós, hanem csak sebtapaszos, de még sérült, úgyhogy Moncur, helyre jöhet Smith. Jó. Mensa arca hogy megváltozott egyébként, mint a teljesen másik játékos lenne. Biztos volt valami FIFA frissítés egyébként. Aztán azt nézem, a többiek pedig jól vannak. Azért megnézem, van-e itt valaki más játékos itt a tartalékoknál, és akit be kéne hozzak, de nem. Szegény Drinanunk is most már a cserékhez se fér be. De kezdjük. Havas időjárás lesz egyébként. A Leeds mezén pedig változtatunk egy icipicit. Na és akkor ők is 4-2-3-1-be fognak felállni, Melier a kapuban, Dallas, Cooper, Gyiku, Christensen, Harrison, Adams, Nunez, James, Aronson, vagy ki, és Bamford. De ahhoz képest, hogy élvonalbeli, vagyis első osztályú csapat játszik egy negyed osztályúval, hát annyira nem tartalékos a kezdőjük. És ugye eddig még nem lett volna olyan, hogy elején a bevezetőt végignézzük, viszont a Leeds akkora legyen ellenfél, hogy ennek most eljött a pillanata. Smithünk pedig vezeti a gólő listát, úgy tényleg havazik. Úgyhogy az előző fordulóban talán 10-20 percre, ha be lett cserélve. Az első meccsen azt hiszem szerzett Mester 3-ast, és azóta vezeti a gólő listát. Egyébként ugye megy a VB, és nem tudom, ki látta a Katar-Ekvador meccset. Mert egyébként meg lehetett figyelni, hogy a Katarnak a kezdő 11-jében ott azt hiszem volt vagy három játékos is, aki nálunk, és itt van a kezdő 11-be. Mert ugye Katar játékosokat igazoltunk szabadúszóként. És igazából a Katar válogatottjával senkit se ismertem volna, de itt tök jó volt, hogy voltak ismerős arcok. Azt hiszem ott volt Hatem Aziz is. A Hassan is ott volt talán, meg még volt valaki biztos, nem csak ők ketten. Na de a Leedsnek először a cseréit fogom mondani, mert azokat utána nem fogja mutatni.
Nézzük. A csere kapus, Joe Robs, utána Luke Eiling, Sinisterra, Torres, Llorente, Rodrigo is, Greenwood, hú, mondjuk a paduk se gyenge. Rodrigo, Sinisterra, Llorente, Jézusom, Melier, Dallas, Cooper, Gico, Christensen, Harrison, Adams, Nunez, James, Aaronson és Bamford. És ugye azt hiszem a csapatkapitányuk, a Luke Eiling, az is a padon van. Micsoda kameraállás, ilyet se láttunk még. Tehát na, erős a kezdő 11, de azért nem a legerősebb kezdő 11. Aja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 j
Lehet látni, ahogy esik a hó. Ahogy a labdánál csattan az a kis havas latyak. Na nézzük, a jó formánkat ide át tudjuk-e tenni. Jó. Ez most egy nagyon jó kis felmérő lesz nekünk. Már ma Northampton elleni meccs is az volt, de... Ez is durva lesz. Aja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 j
Áj, de jó lett volna pedig. Na, jó volt ez a kis letámadás. Gyikut most igazolták? Ez a csapata az RC, az nem tudom mi. Mi az, hogy nem szöglet? Kérem szépen, mi az, hogy nem szöglet? A tűzzel játszanak. Na. Ez baj, ez probléma. Jujj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 
komolyan. Fú, de felmérgelt. Miért passzolok oda? Én is hülye vagyok. Első labdaérintés, végig gól. Az ki sem megy. Ah. Az ember kedvét elveszik. Fokkal lehetne nehezebb dolguk. Két gólt, hogy a fenébe fogunk mi lőni, aztán rúj el valaki. Azt te de meleg volt a pite. Kirúgja. Kirúgja, Royas. Megőrülök. Júj, de beszivatott. Gyere, gyere, gyere! Jó. Hát ez nevetséges. Ez az, csak legyen a miénk. Nem jó, nem jó. Hűha, az anyját. Hűha, hűha. De jó. Ez rosszabb is lehetett volna. Nem hiszem el. És kivédi Melier is szög... Na azért. Még nem lett volna szög, de hogy én beérte volna. Hát komolyan mondom. Na, na, na. Gyere.
Azt mondja easy save. Patrick Bamford. Stuffing up the danger. Nem akarsz arra váltani, akire én akarok? Harrison. Adams. And fed forwards. Na. Jó, és lehet milyen kis... Nem. Ebben a fél időben, hogyha valahogy lőnénk egy gólt, az úgy még király lenne. Ó, Istenem. Na maradjon már ott, amit elvettünk egyszer. Clark. Nem jó ez így, nem jó ez így, nem jó ez így. Katasztrófa, ami ott volt. Azaz. Fussá, Royas, fussá. Ott van, hozd a labdát, hozd a labdát, hozd a labdát. Smith négy gólos. Hogy csodálkoztam, hogy elbírt futni, és pontosan oda bírta passzolni. És ott Smith is elbírt futni. De nagyon örülök. Na gyerünk. Jó, jó, okosan nyugodtan észre. Elcseszem. Egy kezelés nem hiányzott volna, így megszerzik újra a vezetést. Fut, 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 nem olyan rossz ez, nem olyan rossz ez. Ó. Dallas. Jack Harrison has it. Bamford. Miért nem bírta továbbadni? Pedig milyen jól lehetett volna indítani. Hűha, fussá. Nem les? Nagyon kár. Júj, nem kell a büntető. Jó. Jó. Direkt úgy fordultam. Azt hittem, annan simán belövi. Még működött minden a fordulás. Ó, Royas úgyse feje. Persze, persze. Hát, itt egy kis szerencséjük is volt. Várjatok, srácok, egy másodperc pillanat. És itt is vagyok. Hú. Na nézzük. Hát jobbak. Jobbak, jobbak. De jobbak a játékosaik is. Te eddig is ilyen céltábla volt. Na mindegy. Mi kezdjük ezt a fél időt, utálom a középkezdéseket továbbra is. Júj! Ne, Royas, ne! Ne, 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 ne! Nagyon kéri a cserét, meg fogják állítani, basszus, és több hónapra le fog sérülni, na már! Ez nagyon nem hiányzott. Úristen! Nem hiszem el. Az a baj, nem kéne terhelni feleslegesen. Hogy sokra lesérüljön, de az egyik legjobbunk is, az egyik legfrissebbünk is, ahogy láttam előbb a csíkját.
És hát úgy mondom, hogy egyik legjobbunk, hogy ratingbe. Jó, hát összekapja magát egyenlőre. Most még nem bántam egy picit. Hassan. Rojas. De ezt a favágó bandát komolyan mondom. Ó. Hassan öcsém, te is. Nem gondolod? Ez az. Nagyon jó. Nagyon jó. Hát ez hihetetlen. Nem volt kéz. Azért, ha valamit lefújtak. Úristen, kár, hogy nem tudok szabadot lőni. Ezért fogom lepasszolni. Elviszem el. Hát ez hihetetlen. És oda kellett pattanni a Royasról, aki meggyógyult közben. Köszönöm Istenem, köszönöm, meggyógyult. Pedig nagyon parának tűnt, hogy majdnem összeesett ott. Miért nem úgy rúgta rám, hogy bepattant a kapuba? Miért adak ki a fenébe kellett pattannia? Tyler Adams. Now with Bamford. Hagyjál már! Hagyjál már! Hát ezt nem tudom elhinni. Ez annyira közelről lőtte. Biztos nagy volt benne az erő. Ó, elvégeztem a középkezdést. Jó tudni. Úristen, komolyan mondom. Hát, miért kell ilyen pontatlanul? Azaz, csak legyen a milyen kis utána. Ójjaj, ne! Ugye kirúgás? Későn értem oda, nem. Én rúgtam ki akkor. Na. Hát ez hihetetlen. Ne vicceljetek már velem. Nem tudom felfogni, ami történik, srácok. Nem. Úristen. Jó.
Hát nem hiszem el. De miért kell pontatlanul? Esetleg gyorsan most még lőnék egyet, akkor talán. Now can they win back possession and carve out another chance for themselves? Determined defending. Nevetséges. Paul Smith. Gives it a go. Fölé, gyúk. Tök gyenge löket is volt, nem hiszem el. Ez már, ha jól játszik, de... Nem tudok mit csinálni. Hát ez hihetetlen most már. Aha. És hát pakit behoztam már, megsérült. Nézzem. Hápaz, igen. Ó, anyám. Persze. Hát ez katasztrófa, srácok. James. Nem oda akartam, mindegy. De miért? Miért nem találsz kaput? Mi van már veled? Luke Eiling jön végül. Hát... Hűha... Van baj. Jó, Happ is meggyógyult, hál' Istennek. Ne... Na most már fújják, leessünk ki a fenébe. Ez már csak szenvedés. Nagyon jó. Igen, nagyon. Hát ez fantasztikus. Ott 2-1-nél törtünk meg teljesen. 2-1-nél. Előtte simán játékban voltunk, srácok, simán. Yeah.
Fű. Just a couple of questions for you. Jaj. Thanks, that's all. Ó, anyám, srácok, nem hiszem el. Úristen, mennyi e-mail. Úristen. A jobb hátvédünk, a csere jobb hátvédünk azt akarja, hogy adjuk el. Nem úgy van az, nem úgy van az. Vindasz. Mateju. Istenem. Ja, biztos amiatt, oké. Na, kit nézzük, a Mateju meg Windows. Rájuk csekkolok, kik lehetnek azok. Mateju és Windows. Windows csatár, jobb hátvédrém lett egyébként. Aha. Ez baj. Ez mondja, jöhetne hozzánk. Már csak egy Matejút kéne keresni. Ha de nem bírjuk leigazolni. Na, kirúgnak minket a fenébe? Szerintetek, srácok? Elküldenek minket a sunyiba? Hogy látjátok a helyzetet? Két évre kölcsön? Kit? Na, miért az Everton? Miért az Everton? Hát ott mennyit játszanak szerintetek, srácok? Semennyit. Nem. Freiburg. Ó. Várjunk már egyébként. Fiúk, lányok. Először is. Megnézzük a Freiburgnak a bal hátvédjeit. Jó, így állítom be. Ajaj. Günther se szar. De nincs nagyon több. Olyan képesek oda berakni jobb hátvédet? Az itt a kérdés. Ja, de ott is egy bal hátvéd. Ajaj. Jújj, de hogy lépek ki? Igen, meg itt lettek valami riportok is. Nem figyelek, srácok, nem figyelek.
pacska. 22 éves mondjuk, akkor ez még fizetős. Meghosszabbítottak vele, fantasztikus. A hátvéd pozíciónk az pont jó egyébként. Na, a baloldali középpályás. Igen. Igen. Olyan jókat hoz. Jó. Troidini. Ezt már nem megnéztük egyszer? Vagy lehet csak nem volt emberünk megfigyelni. Igen, az mondjuk már lehetséges. Argentínában itt mi újság? És már nem tudjuk figyelni. Fantasztikus. Úristen, mennyien vagyunk. Azért viszont azt megnézem, hogy van-e, akinek nem járt a szerződés, hogy kitöröljük. Na bár, itt valakit meg már tudunk figyelni. Mit keres itt Gillinghames? Nem tudom. Visszavonul. Nézd már, ide is olyanokat hoz, akiknek nem jár le. Jó. Itt mi újság? Charlie Austin. Thanks, guys. We're going to get started with the questions now. You ready? Többi lehetőséget el sem olvastam, basszus. Na, igen. That's all the time we have for today. Na, valaki gondolom játszani akar, arról van e-mail. Freiburgnak nem válaszoltunk. Na, rövid távú, azt el tudjuk fogadni, nem? Csak kicsit huncutkodunk a fizetéssel. Jajajaj, nem arra akarok menni. Ez nagyon csúnya lenne.
Jó, legyen így. Jó, nem kell sírni. Lehet azért nem rúgtak ki minket, mert még 18-ok vagyunk. Mert még úgy jelzi, hogy nem estünk ki a izéből, fogadni mernék, de ott van, hogy feld. Jújjújjúj. És látjátok bal föl? Ott vannak azok a szakaszok a csíkokban, lassan eléri az utolsót. Hüha! Hüha! Ó, jaj. Na de srácok, ennyit volna már, remélem, hogy tetszett, és legközelebb innen fogjuk folytatni. Sziasztok!